Alapvető joguk a gyerekeknek, hogy jó minőségű, egészséges táplálékot kapjanak, ezért aki gyermekétkeztetéssel foglalkozik, nagy felelősséget vállal, mondta a Fidesz EGRI elnöke Martoni Adler Ildikó. Egerben csaknem 5300 gyerek vesz részt közétkeztetésben, több mint 1800 diák élelmezését egy budapesti cég látja el, velük még a szocialista városvezetés kötött szerződés 10 évre. Az iskolások, középiskolások folyamatosan panaszkodnak az étel minőségére, számolt be Martoni Adler Ildikó. A kormány 203 millió forint állami támogatást ad a városnak ilyen célra, ehhez a város még 105 millió forintot hozzátesz. A Fidesz EGRI elnöke szerint elvárható, hogy az EGRI diákok jó minőségű ételt kapjanak. A polgármester tárgyalást kezdeményezett a pesti céggel. Ha nem lesz változás, kérni fogják a szakhatóságok ellenőrzését. Azt szeretnék elérni, mondta Martoni Adler Ildikó, hogy minden EGRI menzás legyen egészséges, jól lakott napköz is.